Idén a hagyományoknak megfelelően a főtéren tartották meg augusztus 20-án Gödöllő Szent István napi megemlékezését. Az ünnepségre gyülekezőket a Gödöllői Szimfonikus Zenekar fogadta térzenével, majd a 802-es számú Szent Korona cserkész csapat tagjai a himnusz hangjaira felvonták a nemzeti lobogót. Albert Gábor evangélikus lelkész, Sívadó János görög katolikus parókus atya, és Hugyesz János római katolikus plébános áldotta és szentelte meg az új kenyeret, melyet dr. Gémesi György polgármester szegett meg. A kenyér szétosztása alatt Annus Réka énekelt, majd a polgármester egy új összefogáson alapuló országépítés fontosságára hívta fel a figyelmet. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Köszöntöm Önöket államalapító Szent István királyunk ünnepe alkalmából. Megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszöntöm Vas Károlynét, Babi nénit, Gödöllő ma kitüntetett új díszpolgárát. Mindannyiunk nevében gratulálok, és innen is kívánok további jó egészséget Babi néninek. Tisztelt hölgyeim és uraim, ma szerte az országban kisebb-nagyobb rendezvényekkel emlékezünk meg Szent István királyról az államalapítás ünnepén. Szent Istvánról, akit 1000-ben, december 25-én koronáztak magyar királlyá, és aki 69 éves korában, 1038. augusztus 10-én bekövetkezett haláláig volt országunk királya. Mindannyian tudjuk, hogy ő volt az első Árpádházi király, a keresztény magyar állam alapítója, és az első magyar katolikus szent. Uralkodása alatt felkerült Magyarország Európa térképére, a letelepített magyaroknak és a befogadottaknak törvényeink keresztül kialakította az együttélés keretrendszerét, a megyéken keresztül lerakta a magyar közigazgatás alapjait, nemzetközi diplomáciájának és szövetségi politikájának következtében Magyarország stabil, erős, európai hatalommá vált, akit elfogadott és akire partnerként tekintett Európa. Személyén keresztül van mire büszkének lennünk. Bár az azóta eltelt több mint 1000 esztendő során Szent István örökségét sajnos sok tekintetben félremagyarázták, átírták, devalválták és elkoptatták, mégis 2000-ben, az 1000 éves államiság ünnepi esztendejében minden magyar település az akkori kormány által adományozott millenniumi zászló átadása során szervezett helyi megemlékezéseken bebizonyította, hogy Szent István öröksége és az azt jelképező zászló mögé fel tudunk sorakozni. Hogy a magyar történelem viharos időszakai után megmaradtunk itt, a történelmileg húzatos Kárpát-medencében, és van mit megmutatni az egyes települések helyi történelméből. Hogy az emlékesztendő során látott, elsősorban helyi értékekre és kultúrára alapozott gazdag és színes programoknak hihetetlen mozgósító ereje van. Volt nagyon sok olyan település, ahol a lakosság majdnem teljes létszámban aktívan részt vett a rendezvényeken. Aki követte az akkori 15 évvel ezelőtti eseményeket, megállapíthatta, hogy az ezer esztendő kudarcai, búja, bánata, küszködése, kínlódása, örömei, boldog pillanatai és sikerei összekötnek minket határon innen és határon túl, és bár a napi pártpolitika folyamatosan koptatja, mégis van közös felület, közös ünneplés, közös gondolkodás, és a Szent István öröksége, a több mint 1000 esztendő közös felelőssége lehet az alapja egy új országépítő folyamatnak. És ma, amikor ugyanaz a politikai többség a kapott felhatalmazás alapján több mint 5 éve irányítja az országot, azt láthatjuk, hogy lassan áthidalhatatlan szakadék tátong a két kormányzás között, kommunikációs trükkök bevetésétől és lózungok hangoztatásától eltekintve a gyakorlatban egyre inkább távolodnak el az általuk akkor fontosnak tartott alapoktól, azoktól is, aminek a Szent Istváni örökség meghatározó része volt, és kellene, hogy legyen. Ma országépítés helyett folyamatos ország átépítés folyik, aminek fő irányvonala az államosítás, ami egyre inkább nélkülöz minden észszerű szakmai szempontot és szakembert. Még a miniszterelnöki hivatal vezető miniszter is azt nyilatkozta néhány hónapja, hogy tragikus állapotban vannak
szakmailag a minisztériumok. Ma a stratégia nem más, mint a politikai hatalom nyilvánvaló koncentrációja. Egyre nagyobb számban jelennek meg a politikai utasításokat végrehajtók, nevezhetjük őket politikai komisszároknak is. A szakmai szempontok háttérbe szorítása mellett eltűnt az értékalapú és megjelent a rövidtávú és sokszor egyéni érdekek alapján való politikai döntéshozatal. Az eddig soha nem látott méretű korrupció mellett a hatalomban lévők és azok, akik a közelében settenkednek, hihetetlen vagyonosodásra tettek szert, mindannyiunk szeme láttára, amit ha kell, jogszabályokkal is legalizálnak. Ez mindenhez az ország átépítése csak egy eszköz, ami a hatalmi koncentráción kívül lassan működésképtelenséget, állandó egzisztenciális bizonytalanságot jelent, és félelmet generál. Hol van már a 2000-ben ünnepelt ezer éves államiság önfelett öröme? Hol van az akkori közösségépítés, együttműködés, a társadalmi párbeszéd? Hova tűnt a hit abban, hogy a Szent Istváni alapokat is magában foglaló hosszú távú értékek mentén lehet csak versenyképes országot felépíteni, ami kiszámítható kereteket ad és stabil jövőképet biztosít mindannyiunk számára? Igen. 2010-ben a rendszerváltoztatás után addig soha nem látott méretű felhatalmazással hatalmas lehetőség nyílt meg, hogy erős gazdasági háttérrel Európa igazán meghatározó országával nőjük ki magunkat, egy Európai Uniós elnökséggel indítva. Ahogyan Szent István idején Magyarország újra stabil, erős európai nemzetté nőhette volna ki magát, akit mindenki partnerként fogad el, akire feltekintenek, és akinek egyre nagyobb befolyása lehet Európa irányítására. Ne szépítsük, ez a hajó sajnos elment. Hiszen igazán nincs már néhány alkalmi szövetségesen kívül az Unióban stratégiai partnerünk. Miközben, mint egy falat kenyeret az éhező, várjuk a közel 9000 milliárd forint uniós támogatást, ami a 2014-2020 közötti időszakban az utolsó esély a hazai gazdaság versenyképessé válására, hiszen 2020 után további hasonló pénzre már nem számíthatunk. Továbbra is nagy kihívás a fiatalok kivándorlásának megállítása, aminek alapvető feltétele kiszámítható és biztos jövőkép, illetve nagy kihívás az átmenetileg valóban hasznosak bizonyuló több százezer közmunkás számára valós munkahely teremtése a versenyszférában. Az országépítés része kell legyen az oktatás államisítása kudarcainak kiértékelése után a mostani értékeinek megtartása mellett egy konszenzuson alapuló versenyképes közoktatási politika, az egészségügy strukturális átalakítása után egy betegközpontú ellátást és az egészségügyi dolgozóknak korrekt egzisztenciát biztosítani tudó rendszer felépítése, a rászorultsági alapon biztosított szociális ellátások stabilizálása, elérhető, értékközpontú, magas színvonalú, minőségi kultúra biztosítása, egy hatékony és hosszú távú roma stratégia, amit az oktatásra, kultúrára és a sportra lehet alapozni, ami természetesen velük együtt kell kidolgozni és megvalósítani. A megyerendszer kiépítésével Szent István letette a magyar közigazgatás alapjait, ami ezerré távlatából is üzeni számunkra, hogy az államigazgatás, a közigazgatás egy szakma, és nem lehet a politikának olyan erős befolyása rá, hogy az ott kialakult szakmai munkát eltorzítsa. Országépítés további elengedhetetlen része egy hatékony vidékfejlesztés, aminek alapja lehet a 2011-ben megalkotott és elfogadott vidékfejlesztési stratégia, és amihez 2014-től nagy mennyiségű uniós forrás áll rendelkezésre. A kérdés megint az, hogy kik és hogyan juthatnak hozzá ezekhez a pénzekhez. És akik hozzájutnak, azok mennyire szolgálják a vidékfejlesztés kapcsán megvalósítható gazdaságfejlesztési lehetőségeket. A jóvidékfejlesztés csak erős, stabil önkormányzatokkal valósítható meg. Egy legyengített, a tanácsrendszer irányába haladó önkormányzati rendszer nem képes a magyar vidék felemelkedését megfelelően segíteni, és egyre kevésbé képes az ország működésének hatékony segítségére, az állampolgárok szolgálatára. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A látványos,
elsősorban pártpolitikai és hatalmi érdekeknek alárendelt ország átépítés eredménye csak egy hosszú távon fenntarthatatlan és előbb-utóbb összeomló rendszert alakít ki, ami távolról sem hasonlít a Szent Istváni alapokon megvalósítható, hosszú távon fenntartható és stabilitást nyújtó országépítéshez, ami nélkül elképzelhetetlen egy a világban minket körülvevő zavaros folyamatok ellenére is a mai kihívásoknak megfelelni tudó versenyképes Magyarország. Csak ez lehet a közös felület és cél, ami mögé bátran és jó szívvel oda lehet állni. Úgy, mint 2000-ben a millenniumi zászló mögé, az ezer éves államiság esztendejében, a közös érdekeink előrehelyezésével. Ehhez elengedhetetlenül szükséges az önzetlen hazaszeretet. Olyan, ami erről Márai Sándor a következőket írja. A haza nem csak föld és hegy, halott hősök, anyanyelv, őseink csontjai a temetőkben, kenyér és táj. Ne. A haza te vagy. Sőröstül, bőröstül, testi és lelki mi voltodban, ő szült, ő temet el, őt éled és fejezed ki, mind a nyomorult, nagyszerű, lángoló és unalmas pillanatokban, melynek összessége életedet alkotja. És az életed a haza életének egy pillanata is. Egyek vagytok. A haza nem ad érdemrendet, sem zsíros állást, sem zsíros kenyeret. De az állam ad finom stallumot, csecsefityegőket, szalonkabátokra prima kroncot, ha ügyesen szolgálod, ha füstölővel jársz körülötte, és ha férfiasan kidüllesztett mellel megvallod a világ előtt, hogy te szereted az államot, akkor is, ha kerékbe törnek. Aki az államot szereti, érdeket szeret. Aki a hazát szereti, egy végzetet szeret. Nagy kérdés, hogy van-e, lesz-e annyi hazáját így szerető bátor magyar ember, hogy egy a Szent Istváni alapokat is figyelembe vevő új országépítés mögé nyilvánosan és tevőlegesen oda merjen állni. Rajtam nem fog múlni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a mai esti ünnep további részéhez jó kikapcsolódást kívánok. Köszönöm, hogy eljöttek, és köszönöm, hogy meghallgattak. Az ünnepi beszéd után a Gödöllői Szimfonikus Zenekar adott koncertet, melyhez Szélphalmi Pál és Gyöngy Virág, a Budapesti Operett Színház táncművészei járultak hozzá néptánc koreográfiájukkal. Az est látványos tűzijátékkal és tárogató muzsikával zárult.